A diák munka mellett több érv is szól, a tanulók megismerhetik a különböző szakmákat munkakörülmények között, beilleszkedhetnek egy új közösségbe, és nem elhanyagolható, hogy pénzt is gyűjthetnek. A népszerű lehetőségek közé tartoznak az irodai és a vendéglátós munkák, de sokan választják a strandokat, a fesztiválokat vagy a gyakornoki programokat is, ahol a megszerzett tapasztalatokat a későbbiekben is hasznosítani tudják. A diákok szülői engedéllyel már 16 éves koruktól dolgozhatnak, de szünidőben már a 15 éves nappali tagozatos tanulók is vállalhatnak munkát, hívja fel a fiatalok figyelmét a Nemzeti Adó és Vámigazgatóság. A munkavállalás feltétele az adóazonosítójel. Hogyha esetleg valakinek nincsen adószáma, vagy elvesztette az adókártyáját, azt legegyszerűbben a NAV-nál tud igényelni. Szerintem erre a legegyszerűbb módszer egyébként, hogyha online az online nyomtatvány kitöltő alkalmazáson keresztül tölti le a megfelelő nyomtatványunkat, azt ki tudja gyorsan ott tölteni, és el tudja küldeni a NAV-hoz, és innentől csak várni kell a postán, hogy megérkezzen az adókártya. A fiataloknak kötelezettségük csak arra vonatkozóan van, hogy bejárjanak dolgozni. A 2022. januárjától életbe lépett 25 év alatti a kedvezménye rájuk is vonatkozik, tette hozzá a sajtóreferens. A diákmunkásoknak sem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Ez az adóalapból levonható kedvezmény 2022-ben havonta maximum 65.055 forint adómegtakarítást jelent. A kedvezmény érvényesítését a fiatalnak nem kell kérnie, azt a munkáltató automatikusan figyelembe veszi, ha csak a munkavállaló külön nyilatkozatban kéri a kedvezmény részleges vagy teljes mellőzését. A NAV jó tanácsokkal is ellátja a diákokat, az egyik ilyen, hogy tájékozódjanak leendő munkaadójukról az interneten keresztül. Az adóhatóság honlapján van egy adatbázis, ahol a be nem jelentett alkalmazottakat foglalkoztató cégeket tartják nyilván. A diákmunkások jellemzően nyáron állnak munkába, és az ő érdekeiket is védjük azzal, hogyha gyakrabban ellenőrizzük ezeket a munkáltatókat, akik például a strandokon vagy hasonló ilyen idény jellegű helyen árusítanak, vagy végzik a tevékenységüket, és ott alkalmaznak diákokat. Egyébként még ha valaki munkába áll, szerintem fontos, hogy munkaszerződése legyen, hiszen ezzel a saját jogait is védi, illetve a kötelezettségei is tisztában nyomon követhetőek, illetve a munkabéréről is pontos információkat kaphat az a diák, aki munkába áll. A munkaszerződés egyébként nem kötelező, aki egyszerűsített foglalkoztatáson keresztül vállal munkát, annak például nem kötelező a munkaszerződést megkötni, ez szóbeli megállapodás alapján is végezheti a munkáját. A munkaszerződés 18 éves kor alatt csak a törvényes képviselő hozzájárulásával érvényes. A felek megállapodhatnak havi, heti, napi vagy órabérben, de akár teljesítménybérben is. A foglalkoztatónak az adóévi összes jövedelemről és a levont közterhekről igazolást kell kiállítania 2023. január 31-ig, amire a diáknak jövőre szükség lesz a NAV által készített személyi jövedelemadó bevallási tervezet ellenőrzéséhez.